tudnám ezt elmesélni, hogy előtte fogtam egy 4 kilósat, akkor az ellenőrök is pont akkor értek oda, mikor kapásom volt. Ők elmentek, és rá egy óra múlva újra kapásom lett, megütöttem, és éreztem, hogy iszonyatos nagy. Nagyon húzta a kezemből a botot, kiengedtem a féket, és feleségemnek szóltam, hogy jön és segítse a csónakot. Odahozta, beszálltam, és akkor így csónakból fárasztottuk tovább ezt a vadat. Körülbelül mennyi ideig tartott a fárasztása? Hát körülbelül partról egy olyan 5-10 perc, még odaért a feleségem a csónakkal. Utána a csónakban, amikor be tudtam szállni, onnan egy olyan 15-20 perc. Sok horgászat hozza meg ezeket a nagyhalakat, vagy szerencséje van is, mondjuk 3-4-szer jár ki egy évben, és akkor pont egy ilyen nagyhalat sikerül kifogni? Hát az az igazság, hogy most már éveken keresztül tehát ezekre gyúrok, tehát megpróbálok gondolkodni az ő eszükkel, de igazából ebben nem én vagyok az ész, hanem a feleségem. Tehát ő mondja meg mikor mit, én csak végrehajtom. És hát ő mondja, hogy na most ide tegyük le, mert itt van kis kőszívás, valamit hal, valamit lát, tehát nagyon sok minden rejtélye van neki. És akkor én oda leteszem a csajt, nekem az a dolgom, meg fogom hallani. Akkor összegezem, minden sikeres férfi mögött egy még sikeresebb asszony áll, ugye? Így van, így van. A női megérzésnek akkor lehet eszköze? Igen, lehet. Tehát őrá teljesen lehet hagyatkozni most már éveken keresztül. Hát ő azt mondja, hogy na ide, itt álljunk meg, oda tedd le. Tehát biztos a siker.